Nem katasztrófa, karácsony munkacímmel készítette el televíziónk a Dombóvári Katasztrófa Védelmi Kirendeltség hivatásos tűzoltó parancsnokság karácsonyi kisfilmjét. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője elmondta, hogy mivel idén a járványügyi intézkedések miatt elmaradtak a rendezvényeik, így nagyobb hangsúlyt fektettek a közösségi oldalakon való megjelenésre. A Dombóvári tűzoltó parancsnokság munkatársai egy kis filmet álmodtak karácsonyi köszöntőnek, amit közös erővel meg is valósítottunk. Ezúton is köszönöm még egyszer ezt a munkát, mert, mert, egy nagyon profi csapat állt rendelkezésünkre, és hát természetesen akinek itt mi a köszönetet kell mondani, azok pedig itt a Dombóvári Hivatás, a Tűzoltóparancsokság és az ottani készenléti állomány, aki azt gondolom, hogy, hogy tényleg nagyon oda tette magát erre a kis rendezvényre, erre a kis filmre, videóra. Fontos az, hogy tolmácsoljuk így igazán azt, hogy itt a tűzoltók és emberek és valamilyen szinten ezt is sikerüljön megmutatni így a, a nagy érdeműnek. A Dalta a Dombovári Katasztrófa Védelmi Kirendeltség munkatársa Szabó Linda és a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnál dolgozó Govnik Imre énekelte, a forgatókönyvet pedig Köves Péter állította össze. A szóvivő elmondta, fontosnak tartották azt is, hogy a tűzoltókat kicsit kizökkentsék a mindennapokból. Be vagyunk zárva, mindannyian el vagyunk izolálva, Ugye ők is egymástól külön teljes mértékben, a szolgálati csoportok külön végzik a, a, a szolgáltatás és teljes mértékben nem vannak egymástól zárva. Nyilván nagyon kevés az az alkalom, amikor ők is kimozdulhatnak így a, a hétköznapi életbe, és hát ez a kis film lenne az, ami igazán ezt a közösségnek, az összekovácsolt közösséget mutatná be valamilyen szinten érdeműnek, valamint egyszerűen egy-egy mosolyt szeretnénk csalni egy alakosok lakosok arcára. A teljes klipet a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közösségi oldalán tekinthetik meg.